Kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Sok szeretettel köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait, Dóra Sándor jegyzőinket, a hivatal munkatársait, minden kedves vendégünket és a televízió nézőket. A jelenléti év alapján megállapítom, hogy a 11 képviselőből megjelent 10 fő távolmaradását bejelentette Gyurcsek János alpolgármester úr. Az ülés határolat képes, az ülést megnyitom. Tisztelt képviselőtestület, indítványozom, hogy a testület a kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően tárgyalja meg a napirendet az alábbi kiegészítéssel. Pótnapirendi pontként javaslom felvenni előterjesztés a Nagykunvízés Csatornamű Kft. Alapító okiratának módosítására című előterjesztést. Aki a pótnapirendi pont felvételével egyetért, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodás nélkül egy hangulat került elfogadásra. Van-e valakinek más napirendi ponti javaslata? Amennyiben nincs, a teljes napirendet teszem fel szavazásra, aki tudja támogatni, jelezze. Igen, nem, tartózkodás nélkül egy hangulat került elfogadásra. Tisztelt jelenlévők, javaslom, hogy a második napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja meg a képviselőtestület. Aki ezzel egyetért, jelezze. Igen, nem, tartózkodás nélkül egy hangulat került elfogadásra. Tisztelt képviselőtestület, napirenden a kérdések feltételére van lehetőség. Jelenkezést nem látok, így javaslom, hogy térjünk rá az első napirendi pontunkra, ami előterjesztés a Jászlóskun Szolnok megyei 3. számú országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak és fottagjainak megválasztására. Tisztelt jelenlévő, tisztelt képviselőtestület, ahogy mindenki tudja, Magyarország köztársasági elnöke 2014 évi választást 2014. április 6-ára tűzte ki. Ennek megfelelően a választási bizottság tagjait meg kell választanunk személyükre az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda vezetője tesz indítványt jegyző úr személyében. A választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be, a képviselő testület egy szavazással dönt. Jegyző úr javaslata a bizottsági tagokra, illetve póttagokra. Tagoknak javasolta dr. Zsembeli József Karca Zöldfő út 26/A szám alatti lakost, Baranya Pál Kunhegye Szabadságtér 4 szám alatti lakost, Kapcsándiné dr. Abonyi Katalin Karca Füredi út 6 szám alatti lakost, póttagoknak Pintér Lászlóné Karca Szivárvány út 11 szám alatti lakost, valamint Sípos Ferencné Karca Kisújszállási út 10 szám alatti lakost. Vitára bocsátom a napirendi pontot, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Egy szavazással fogunk dönteni, aki a felsorolt tagokkal, illetve póttagokkal egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze. Igen, nem, tartózkodás nélkül egy hangulat került elfogadásra. Köszönöm szépen. Bejelentem, hogy legközelebb munkaterv szerint 2014. február 27-én csütörtökön 15 órai kezdettel ülésezik a képviselőtestület. Van-e valakinek napirendi ponti javaslata erre az ülésre? Amennyiben nincs, megköszönöm a képviselőtestület tagjainak a megjelenését, hivatal munkáját. További szép napot kívánva megköszönöm az ideérkezést, az ülést bezárom.